Szép jó napot kívánok! Ez itt a Zenix TV és benne a DTM Superliga Salzburgi futama. Hát sajnálatos módon Ricsi nem ért rá vasárnap. Lőrinc Gabi meg elindult a futamon. Ezért csak felvételről tudom megmutatni ezt a gyönyörű tájat, ezt az izgalmas futamot. Természetesen olyan minőségű kommentálást nem fogtok kapni, mint amit Ricsi vagy Gabi nyújt, de hát semminél ez is jobb. Nos, az időmérőn Cséprő Máté volt az első, második helyen Orbán Tamás, harmadik helyen Farkas Márton, majd Kárász Rudolf, negyedik helyen Varga Dominik az ötödik, Jaksi Gyula a hatodik, Lőrinc Gábor kommentátorunk a hetedik, Péntek Dániel a nyolcadik, Kis Levente a ligavezetők kilencedik, tizedik Súlyok Norbert, 11 Balog Erik, 12 Sós Márk, aki a boxban van, Sáfrány István 13, Tóth Péter 14, és újból visszaértünk az elejéhez. Nos, hát lássuk a rajtot, srácok lassan felállnak a rajtrácsra. Felhőznek a motorok. Ebből nem sokat hallunk, de füstölnek a srácok, elindultak. Cséplő visszaesett az második helyre, de oda visszaelőzik egymást Orbán Tamással. Lássuk, hogy ki fog elfordulni először. Egyelőre a rajt elég tűrhetően sikerült, sőt, nem hogy tűrhetően, hanem szépen sikerült, senki nem ütötte ki a másikat, úgyhogy eddig minden oké. Cséplő és Orbán itt nagyba hadakoznak. Orbán megpróbálja megelőzni, szélárnyékból kijövett, lássuk most. Hát szélárnyék ott van, de annyira nem segít, úgy néz ki. Súlyokat sajnos nem tudom, mivel nem készültem erre a közvetítésre, de hát bocsássátok meg nekem. Majd jövő héten a hivatalos kommentátorok el fogják mondani, hogy ki, hol, hogy, mint. Közben itt hátul láthatunk egy triót, már Farkas, Kárász és Jaksi. Farkas feltartja a bandát, és most egy kis előzés, ajjajjajjaj, koc, ez elég szép koc volt. Farkas Márton és Jaksi Gyula, nem, Kárász Rudolf, bocsánat. Ennyin összekoccantak. Nézzük elől, változott-e valami, nem. Előcséplő meg tudott lógni. Orbán Tamás ugye még mindig a második helyen. Harmadik helyen Kárász Rudolf. Ezúttal ő tartja a bandát. Ő utána Jaksi Gyula, aki folyamatosan közeledik rá. Így is van, kanyaroknál egyre közelebb és közelebb van. És már szinte tolja le a pályáról. És ott hátul láthatunk egy újabb két fekete útós előzést. Lőrinc Gábor próbálta volna Sáfrány István, de nem úgy előre, hanem hátra kell figyeljen Péntek Dánielre, aki elég közel jutott hozzá.
és feltehetőleg nem sokára meg is tudja előzni, de menjünk vissza ide Jaksihoz, mert eléggé ott van Kárászon. És most külső évről megpróbálja. Hát a külső évből belső év lesz, így is van, szépen meg is előzte Jaksi Kárászt. Viszont Kárásznak problémái lesznek, mivel Farkas Márton utalon ért ezt a triót, így újabb előzése készülhetünk, és természetesen Kárász újabb helyvesztésére. Viszont most, mint a Kárász Rudolfa jobban gyorsított volna ki, és újból ott van Jaksi nyakán, talán láthatunk egy visszaelőzést, nem, ja, féktávaknál nem igazán oké az az autó. Ezben elől nem nagyon változott semmi, még mindig cséplő van elől, de itt egy előzést láthatunk, méghozzá Orbán Tamás megelőzte cséplő Mátét, így mondhatni, hogy kis időre átvette az első helyet, de szerintem cséplő nem hagyja magát, így hát oda-vissza előzgetik egymást, úgyhogy most Csipri visszavette az első helyet. Ragaszkodik hozzá, fogga a körömmel. Remélhetjük, hogy baleset nem lesz belőle, mondjuk mindketten elég szépen mennek, úgyhogy ügyelnek egymással. Nos, hát igen, Orbán újból megpróbál, cséplő blokkolja, de itt talán féktávon beteszi Orbán, nem teszi, jobb a kigyorsítása a cséplőnek, nézzük hátul, Jaksi, igen, is lemaradtunk az előzésről, Kárász Rudolfot megelőzte Farkas Márton, illetve Lőrinc Gábor próbálja megelőzni. Hát a Lőrincünk úgy néz ki, hogy elég szépen megy, és most meg is fogja tudni előzni. Kárász rálegyint, nem teljesen oké ez a dolog. Külső évről próbálja meg Gabi, ami most igen, ott nem igazán hagytak egymásnak helyet, de koccon kívül legalább nem volt semmi komolyabb. Közben úgy néz ki, hogy Orbán megint próbálkozik cséplővel, de a sikán után újból meg tudott lógni cséplő. Nézzünk hátra, itt láthatjuk. Igen, Farkas Márton és Kárász Rudolf. Hát Kárász megpróbálja visszavenni a helyét. Hatodik körbe járunk, itt hátul Sáfrány István és ki vagy, Péntek Dániel. Áldász csatát vívnak. Lássuk, sikerül-e megelőzni.
Nos, hát újból próbálkozások, előzések, talán ezúttal pénteknek sikerül, elég közel van, közben ott hátul is, ajajajaj, itt mindenki most akar előzni, akkor menjünk, vagy előrébb, ugye sáfrány és péntek, elemélhetően nem ütik ki egymást. Majd ők így, és péntek szépen megelőzte Sáfrány Istvánt, aki feljött a hetedik helyre. Nézzük, Lőrinc Gáborunk hol tart. Ugye Lőrinc a hatodik, Kárász próbálja megelőzni, hát itt a sikán után inkább belassult, és péntek eldobta az autót. És visszaesett a 9. helyre, hát pek. Nos, hát nézzünk hátrébb akkor, hogy ne érje szó a ház elejét. Nézzük meg a hátsó traktust, Kis Levente, oppá, és Levi hibázott. Tóth Péter 11. helyen, Balog Erik 12. helyen, Sós Márk 13. helyen, Súlyok Norbert 14. helyen. És Orbánunk az első, mi történt Cséplővel? Gyaksi a második, Farkas Márton a harmadik, Cséplő Máté a negyedik. Hát, sajnos erről lemaradtam, nem tudom most. Máté hibázott volna, vagy már boxba volt. Szerintem inkább hibázott, mert most is hibázik elég durván, és hitátul. Itt hátul Kárász Rudolfa történt valami. Lőrincünk és Sáfrány István hadakozik. Ez a futam közvetítés ugye nem lesz a megszokott futam közvetítés, mivel ha már nem lesz izgalmas rész, akkor én egy kicsit futtatni fogom. Hopp, és itt össze, koccannak, és Sáfrájnak letörik az első rész az autóról. Talán ott nem kellett volna bedugni az autót. De így Kárász Rudolf megpróbálja vissza, és most ez mire volt jó, hogy belemegy? Na mindegy. És Sáfrány István jön a boxba. Kárász Rudolfot most péntek Nániel érte utol. És Lőrinc Gábor, hát ő is hibázott. Péntek Dániel próbálkozik. Csak nehogy és húzza rá az autót, ájj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 j
Igen, itt megpróbálhatná, hogy bedugja belső részen, viszont Kárász ügyel arra, hogy nehogy véletlenül oda be tudja tenni az autót, péntek Dániel. Nos, hát úgy tűnik, hogy ebből nem lesz nagy előzés. Nézzünk előrébb, Varga az ötödik helyen. Csíprű Máté a negyedik helyen van. Még hozzá Farkas Mártont agresszírozza. Ő belőttük Jaksi Gyula.
És Orbán Tamás az első helyen, 12. körben. Nos, hát akkor rövid szünet után visszajövünk. Nos, hát akkor itt is vagyunk, 21. körben Orbán Tamás a harmadik, lássuk, hogy ki vezet. Tehát 21. kör, Farkas Márton az első, őt követi Jaksi Gyula. Úgy néz ki, hogy talán most itt meg fogja tudni előzni, nem, viszont majdnem összekoccantak hátulról. Na, ezt jól megfogalmaztam, összekoccantak hátulról. Farkas fékezett, Jaksi nem. De most jönnek mindketten a boxba, úgyhogy erről a csatáról lemaradunk. Így Orbán Tamás átveszi az első helyet. És Farkas Márton összetöri, szana szétöri az autóját. Varga Dominika negyedik helyen van. És most fogja megelőzni Farkast. Közben kijött Jaksi, és... ki az? Nem látom. Jaksi az biztos, visszajött a második helyre. Varga már rá is cuppant. Farkas Márton. Neki van. Ja, Tóth Péter, igen. Akkor ő le van körözve, tehát itten háború nem lesz. Viszont Dominik és Jaksi között áldász csata dúl. A külső híven tartja az autót, mivel tudja, hogy itten még oké, de nem sokára jön egy belső, így van, és ott a belső híven szépen meg tudta tartani az autót, és nem tudja megelőzni őt, Dominik. Lássuk, mennyire jó Dominiknek a kigyorsítása, illetve meg tudja előzni. Itt a sikánál nem próbálkozik. Hát itten nem igazán, Jaksi meg tudott lógni. Nézzük hátrébb, Farkas Márton ugye követi őket, de kellő távolságból, hogyha esetleg összeakadnak, akkor még el tudják kerülni, el tudja kerülni őket. Itt hátul meg Kárász Rudolf, illetve Péntek Dániel és Lőrinc Gábor trióját láthatjuk. Péntek megpróbálja megelőzni Hogyhinek már, vagy Kárász Rudolfot. Nem csak próbált, hanem meg is előzte. De nem hagyja magát. Visszapróbálna venni a helyét, de nem igazán jön össze. Sőt, ráadásul Lőrincet is megkapta a nyakába. Így Rudolfunk problémába van. Hát a sikánál nem jött össze, úgyhogy ez van, 24. kör. Bőven a felén túl vagyunk, 41 körös a futam, úgyhogy... Lássuk, és most így is van, és Lőrinc Gabi megelőzte Kárász Rudolfot. Talán nem, igen, meg tudja tartani. Jó. Itt a belső évet kéne velédeni. Következő kanyarnál. Hát ez egy kicsi vágás volt.
előnyt nem szerzett belőle, úgyhogy Lőrinc megtartotta a helyét. Most nézzünk, megvárjuk a sikánt, és aztán meglátjuk, hogy mi fog történni. Elég szépen átment a sikánon, ügyes Lőrincünk. Itt hátul cséplő már megint hibázik. Hát mostanában nem tudom, mi van Pátéval. Kis Levi 9. helyen, se előtte, se mögötte senki. Futja a kis köreit. Nem zavarja senki. Opp, egy kicsit hibázik. Igen, az a frányalázok, ő megdobja az autót. Balog Erika 10. itt hátul, és Súlyok Norbert, igen, 11. és Orbán Tamás, láthatjuk, ő az első, és feltételezem, hogy Norbi, Súlyok Norbi megkapja a körét. Nos, 12. helyen Tóth Péter, ő is nem sokára lesz körözve. 13. helyen Sáfrány István. Hát Istvánnak ez a futam nem igazán kedvezett, sőt, én azt mondom, hogy ki is esett, sőt, nem, hogy azt mondom, hogy ki is esett. Sós Márk is kiesett. Nos, Orbán Tamás láthatjuk, amint ki is Norbit próbálja lekörözni, sőt Norbertet. Ezúttal el is engedi, szépen ügyes, nem tartotta föl. Nézzük, hát úgy néz ki, hogy itt már egy kicsit szétszakadt a mezőny. Jaksi Gyula a második helyen, se előtte, se mögötte annyira. Hát mondjuk mögötte ott van Farkas Márton, de elég szép előnye van hozzá képest. Viszont Márton hátánál nem más, mint Varga Dominik van. Aki talán veszélyes lehet az ő harmadik helyére. Nos, hát akkor 27. körben vagyunk. Akkor egy nagyon pici időugrást fogunk újból tenni. És újból itt vagyunk. 34. kör. Továbbra is Varga Dominikon van a kép. Ugyancsak 4. helyen van. De nézzük, hogy mi történik elől. Hát elől egy kicsit változott a téma. Ezúttal Farkas Márton az első. A box kiállások ugye megbolondították azért a futam vége fel a dolgokat. Őt követi Jaksi Gyula. Jaksi Gyula töretlenül a második helyen. Illetve Orbán Tamás a harmadik helyen. A háttérben Levit láthatjuk, ugye Varga Dominik még mindig a 4. helyen, Lőrinc Gáborunk meg feljött az 5. helyen, de itt hátul valami történik. Péntek Dániel is cséplő, Máté, ha jól sejtem, így is van. Hát Máté a legutolsó bejelentkezésünkhöz képest egy helyet tudott visszajönni. Hát ugye a pole pozíciót azt nem igazán tudta nagyon felhozni. Vége előtt vagyunk körülbelül 6 körrel. Ugye a 35. körben vagyunk, ezt a 6 kört most már végig szenvedjük. Hopp, pont úgy, ahogy cséplő, elég szépen meg tudta fogni az autót, viszont így lemaradt Péntek Dánielről. Danyúnak ezúttal szerencséje volt. Lássuk, jön a sikán. A cél egyenes.
ez a sikán lesz majd érdekes a célegyenes végén, ott ha rámennek a rázókőre, és rosszul kapják el, akkor nagyon meg tudja dobni az autót. Ezúttal szépen átjöttek mind a ketten. Talán Mártinak egy picit jobb volt a kigyorsítása. De nem. Hát az a pár másodperces, pár tized különbség itt van. És most Máté végsebességből szépen megelőzi Péntek Danit, ami azt jelenti, hogy szerintem Péntek Danielnek súlybüntetése van. Mert csak úgy, mintha le lett volna limitálva a végtempója, és aztán Máté meg elhúzott mellette. És az elézés után Máté meglógott elég szépen. Úgyhogy ezek szerint Dani feltartotta Mátét. De itt most jobb a kigyorsítása. Úgyhogy... nem tudom. Cicáznak egymással. Jaj, Sodorowski. Nem Sodorowski. Ott maradt Máté az úton. Nézzünk hátrébb egy kicsit, míg a srácok ellen döntik, hogy ki kit. Carlos Rudolf elvtársunkat láthatjuk a 8. helyen, ő elég szépen visszaesett. Kislevi 9. hely. Szóval szerintem jó, mert azért tartotta azt a 9. helyet. Lássuk, Sulyok Norbert a 10. Ő is feljebb jött. Balogh Erik 11. helyen. Tóth Péter 12. Sáflány, Sós Márk kiestek. És Farkasunk a bárányok közt. Illetve bárányok vezéreként mondhatni az első helyen. De meg leszek dorgálva azért a szó viccél, de hát sajnos ez a... hát jobb Jaksi Gyula a második helyen. Elég szépen tartja magát. Mögötte Orbán Tamás, de szerintem nem lesz ebből előzés egyáltalán. Habár inkább nem mondok semmit, sose lehet tűnni semmit. Varga Dominika 4. helyen. Ja, és Carlos Rudolf van a... nem, Sulyok Norbert, bocsánat. Akkor itt sincs csata, csak lekörözés. Lőrinc elvtársunk az 5. helyen, előkelő hely, hangsúlyozom. Én annak idején szinte majdnem mindig az 5. helyre estem vissza, megjutottam föl, szóval nekem az egy átok és szerencse. Nos, akkor menjünk hátrébb. Cséprő Máté üldözi Lőrinc Gábor elvtársunkat. Na még hátrébb, mert ebből nem lesz semmi. Péntek Dániel a 7. helyen. Carlos Rudolf a 8. Kis Levi még mindig a 9. Szépen tartja magát. Sulyok Norvi a 10. Balogh Erik 11. helyen. Viszont őt most körözik le. Hopp, akkor Tóth Peti, Sáflán, stb. Keressük meg
Lőrincet és Cseplőt. A szeplőtelen cseplőnket. Nincs ékezet, úgyhogy cseplő. Mate, cseplő. Kis gokázos bajnokunk. De úgy néz ki, hogy Lőrincünk. Ő kommentársága. Elég szépen tartasz az ötödik helyet. És lassan-lassan véget ér a futam. Még egy körünk van hátra. És cséplő, nézeget, próbálkozik. Egy kis levágás. Ezzel nem nyert, csak veszített. Viszont talán... Így van, kigyorsítás jobb volt, és... Jön a sikán, viszont belülről kezdi meg. Igen, ott tartja az autót. Gabi nem ütötte ki, úgyhogy Máténak szerencséje van, de... Gabi jobban bent tudja tartani az autót, de szerintem minden már vissza nem fogja hozni. Akkor menjünk előre, befutó. És Farkas Márta megnyerte a salzburgi futamot. Őt követte Jaksi Gyula második helyen, Varga Dominik a harmadik helyen. Megvárjuk természetesen, míg beér. Így is van, szépen beért. Orbán Tamás a negyedik, Cséplő Máté végül meg tudta előzni Gáborunkat. Gabi meg nem tudta vissza előzni, így Máté az ötödik. Lőrinc Gábor a hatodik, és ezért majd el fogunk diskutálni majd a srácokkal, miért kell egymásba menni. Péntek Dániel a hetedik, Kárász Rudolf a 8., Kis Levent a 9., Sulyok Norbert a 10., Balog Erik a 11., Tóth Péter a 12., aki még nem ért be. De megvárjuk őt is, hogy beérjen. Közben a pályamunkások eltakarították a sok szennyt a pályáról, törött autót. Ugye kiesünk Sásfrány István, aki 13., Sós Márka, aki 14., Sós Márkot nem is láttam a pályán. Úgyhogy ennyi volt a salzburgi DTM Superliga futama, ahol Farkas Márton megnyerte ezt a fergeteges, autótörős végű futamot. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten élőben fogunk közvetíteni, remélhetőleg. Ezúttal Ricsi rá fog érni, nem lesz semmi probléma. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet. Tudjátok, ha tetszett a futam, akkor like, ha nem tetszett, akár dislike-ot is adhattok. Természetesen nem tetszene, de ez van. Illetve ha még nem iratkoztatok fel, akkor nosza rajta iratkozzatok fel, hogy... további futamokat lássatok, és akkor itt kitérnék még arra, hogy pénteken, ha minden jól megy, akkor Forma 1 2017 Codemasters-es futamot fogunk közvetíteni. Még kommentátort nem tudom ki lesz, nyugásuk, lehet, hogy én, lehet, hogy meg tudok fűzni még valakit. Ha ne agyisten kommentátornak szeretné jelentkezni, és megvan a Forma 1 2017, akkor nyugodtan keresd meg. Ez van. Ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!